Szeretettel köszöntjük a kedves televízió nézőket Hangvilla című magazin műsorunkban, aminek már most az elején mondjuk el, reményeink szerint egy igen vidám felhangja lesz, hiszen az év utolsó, és ilyen formában egyébként a 2020-as évre tekintve a búcsú adásához értünk, és megpróbálunk egy kicsit összefoglalni, vidám sztorikról beszélgetni, és hogy egyáltalán minden olyan dologról, ami mondjuk az év folyamán történt velünk, itt a műsor forgatásának idején, vagy éppenséggel kiváló zenész barátainkkal a Gorzió Művészeti Iskolában, vagy akár ide vonatkozó élményekről is hát szót ejtünk majd. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm a vidám társaságot, Esze Zsolt pirosban, Csorba Péter kékben, még a fehér sarokban akkor azt kell mondjam, hogy Esze Tamás. Ezt a mai beszélgetést ezt alaphangon egy kicsit vidámabbra tervezzük, hiszen egy ilyen évzáró, és minden tekintetben egy talán könnyedebb beszélgetés lehet. Túl vagyunk egyébként, talán ezt is elárulhatjuk most ebben a mai adásban egy jó nehéz forgatási napon. Ennek a jó nehéz forgatási napnak az utolsó mozzanataiban vesszük fel ezt a beszélgetést. Már ez sem volt egyszerű, de az az év sem volt egyszerű, amit együtt tölthettünk el, és rengeteg komikus pillanatot tartott és hordozott magában ez a rengeteg felvétel. Én év közepén gondolkodtam rajta, hogy csinálok egy ilyen összevágást arról, hogy hányszor rontottunk el dalokat. Egy rövid bejátszást egyébként föl is tettem nemrégen a Facebook oldalamra. De hogy éltétek meg ti? És hadd kérdezem, hogy mennyire vagytok elégedettek magatokkal? Zsolt, tudom, te jó voltál. Magunkkal álltam elégedett. De ezt mindig szoktuk mondani egyébként, hogy hát ahhoz képest, hogy nem próbáltunk egy darabot az egész évben. Ez kár volt elárulni, de most már minden. Most már szerintem kiderül. Most ahhoz képest azért tényleg heti rendszerességgel azért viszonylag azért színvonalas zenei produkciókat tudtunk nyújtani, legalábbis nekünk nagyon tetszett. Hát röviden összefoglaltat, nagyon jók voltunk, és ezt szeretnénk tényleg így summázni. Azt gyorsan mondjuk, egy kulisszatitok ez is, hogy az összes dal, ami a műsorban folyamatában megszólalt, az vagy itt a stúdióban lett összerakva, és sosem próbáltuk el így együtt, vagy ti esetleg az iskolában néha összeültetek, de leginkább az utóbbi időben már csak ilyen online formában megbeszéltétek, hogy mi lesz. Azt is áruljuk el, hogy ezért ez nehezítette a munkánkat, tehát azért ez nem volt egy egyszerű történet így. Ez is árulkodik arról, hogy milyen jók vagytok. Jó, köszönjük. Hát figyelős volt a dolog. Figyelős. Jó, hát ehhez azért kell egy rutin. Hát tehát azért mindannyian már évtizedek óta benne vagyunk a szakmába, tehát bármennyire is szeretnék magunkat fiatalítani, de nem tudjuk, évtizedek óta neked vagyunk. Neked különösen. És... most azon gondolkodom, miközben beszélgetek, hogy szegény Peti mikor fog majd szóhoz jutni, hogy köztetek. Köszönöm a lehetőséget. Átbeszéltek így. Tehát nem is akarsz vele. Tehát te csak így a kék díszlet leszerítel a történet. Jó, elméletileg alap esetben, ha nem itt vidámkodunk, akkor már a szilveszteri műsorainkra készülünk, tehát nyilván valami zenész emberként, ugye a legjobb pillanatok egyike, amikor a szilveszteri gázsit magunkénak tudhatjuk, tehát a legtöbb esetben ugye a szilveszterre koncentrálnánk már, na most nem lesz szilveszter. De a gázsit félretettük. De a gázsit várjuk. Reggel odaadom magamnak. Én azt mondtam, hogy családnak otthon akkor is játszok, és bekérem a gázsit, szóval, hogy szilveszteri élmények, történetek, sztorik, kalandok, amik ilyenkor eszetekbe jutnak, amikor most leülünk majd a nyilván a szilveszteri asztalhoz mind a tizen, akik együtt lehetünk, és akkor elkezdünk sztorizgatni. Tehát, hogy vannak szilveszteri élmények? Nem tudom, Zsolt, szállodából... Túl sok is van az a baj. Tehát, hogy rengeteg. 28 egymás követő szilveszter az telt munkával. Uh-huh. És így most hirtelen, hát nem tudom. Tehát nem tudnék hirtelen felsorolni így konkrétan sztorikat, de hát mindegyik egy élmény volt. A kollégákkal közös muzsikálás, hát mi nem tudom, lehet-e ezzel dicsekedni, mert a Gundel étteremben voltunk 19-20 alkalommal egymás követő szilveszter, és hát ott még apuék... Talán 24 volt. Lehet, rengeteg, tehát hogy így nem is tényleg elvesztettük a fonalat, de nagyon-nagyon szerettek minket, a vendégek is, visszajáró vendégek is voltak, rengetegen. Ezt mondták, vagy ti gondoltál? Nem, mondták. Mondták, ja értem, mondták, az már nem, más. Tényleg, de egyébként volt olyan konkrétan, aki azért jött vissza minden évben, mert megengedtük neki ilyen 2 óra után, hogy beüljön dobolni. Na most ez például egy ilyen kedves sztori, hogy mi nagyon szerettük, amikor jött dobolni, mert az biztos, hogy az volt a vége a bulinak. Aha. És akkor tudtuk, hogy már nem sokára oda tudunk menni. De két, tehát úgy voltunk, hogy két zenekar, tehát apuéknak is egy tánczenekara,
meg egy másik lent, amiben mondjuk elosztottuk egymást, hogy ki hol játszik éppen. És hát azok ilyen nagyszabású bulik voltak. Rendesen műsorral, minden 12, nem is tudom hány zenét, 12 zenész volt összesen. Nagyon sokan volt. Táncosok, varázsló, mit tudom, tehát volt minden. Úgyhogy, hát, hogy táncosok és varázsló. Na, akkor maradjunk a vidám történeteknél. Nem telik el úgy felvételi nap, amikor ezeket a műsorokat vesszük fel, hogy a két eszene ugratná egymást. De valami elképesztő módon, és néha már én meg is kérdeztem tőletek, hogy biztos, hogy vértestvérek vagytok-e, de azért tegyük rendbe gyorsan, tehát ez egy szeretetteljes történet, ugye? Tehát, hogy kimentek, akkor most azért nem bántjátok egymást. Már a részéről. Nagyon. De a részéről, én ezt akartam mondani. Peti már szokta, hogy sajnálni, ő mindig a keresztüzében van. Most pont így, ahogy mondjuk. A koncerteken hogy élitek ezt meg? Tehát mondjuk én már ismerlek benneteket, tehát tudom, hogy a felesem tréfa ennek, ugye, ahogy szokták mondani. Na de azért a műsorban nem lehet így, vagy lehet zikálni egymást? Hát általában ez szokott menni a fellépéseken is. Meg ha van komoly baki, vagy valami, azon az ember gyorsan túlteszi magát. Tehát ugye a zene nem erről kéne, hogy szóljon, hogy utána torokharapás, vagy mit játszottál itt, meg ott, meg amott. Úgyhogy aztán poén lesz belőle, onnantól kezdve már megy a hülyeség. Peti, gyorsan, akkor kérdezem, bármi hozzáfűzni valahol az eddigiekhez. Hát azt tudom mondani, hogy voltam olyan helyzetben, hogy mindkettőjükkel zenéltem egyszerre, az nem volt egyszerű, de általában külön-külön formációkban zenélek velük. Így sem, úgy sem egyszerű, de egyébként én nagyon bírom ezt a... Már kell egyébként ez a fajta vidámság, lazaság ahhoz, hogy egyáltalán működjön az, amit csinálunk, hiszen mondom még egyszer, tehát itt is, és a televízió nézőket is, akkor húzzuk be a kulisszák mögé, tehát nagyon sok esetben csak azért tudnak megvalósulni ezek a felvételek, ezek a dalok, mert hogy van egy ilyen lazaság, ami mögött azért azt is mondjuk ki, hogy nagyon nagy szakmai tudás van. Tehát a lazaság az önmagában véve meg ezek a poénok, az kevés lenne. Van-e mögött nagyon nagy szakmai tudás, úgyhogy most a következőkben szeretném megmutatni ezt a nagyon nagy szakmai tudást. És akkor legyen egy rock and roll, mert azt mindannyian szeretitek, egyértelműen. És bár én megfogadtam már, hogy nagyon kevés rock and roll fogok énekelni és játszani, de hát az év utolsó adásában, akkor egy rock and roll egyveleggel ráadásul, ezzel próbáljuk szórakoztatni azokat, akik most figyelnek bennünket, utána pedig természetesen beszélgetünk tovább. Maradjanak velünk, és rock and roll. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Phone clock rock, the 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock. We gonna rock, clock, rock tonight. Put your back rock song, they jump me up. I have a song for the clocks right around. We gonna rock around the clock tonight. Rock, 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 the broad daylight. We gonna clock you, gonna rock it, rock you around tonight. It's all of us.
switches, baby. Blue, blue, blue switches. And you can tell and entertain by the play of my blue switch. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Hát ez a rock'n'roll, kedves televízió nézők, és ez az, amivel készültünk, hát egyfajta ilyen rock'n'roll egyveleg az utolsó adásra. Meg van még egy bejátszónk, van még egy dal, amivel természetesen zárjuk majd ezt a beszélgetést, és befejezzük majd a mai napot. De hát azért az év végén érdemes lenne egy picit összefoglalni is. Tehát beszélgetni például arról, hogy és most ne a Covidról, ne a nehézségekről, a digitális oktatásról, meg arról, hogy milyen nehéz is volt ez az év, hanem beszéljünk arról, hogy azért mit hozott mégis magával. Tudom, hogy nehéz és egyáltalán jó dolgokat kiemelni, de azért biztos volt jó dolog. Hát például ez a sok-sok műsor, amit itt fölvettünk. Talán ezek. Vagy élmények az iskolából. Hogy például minél kevesebb diákkal találkoztattatok. Hát tehát ugye így a vége felé. Tehát vannak azért pozitív hozadékai is ennek az évnek, nem? Nincsenek? Hát, gondolom, magánéletünkben mindegyik, legalábbis kettőnknek mindenképpen van, mert megszületett a második gyerkőc. De jó, úgyhogy ezekbe bele lehet kapaszkodni. Nem beszélve arról, hogy a családdal ugye lényegesen többet vagyunk együtt. Úgyhogy ez hozott némi konfliktus helyzeteket, és hozott némi pozitív módot, és azért az otthonról tanítás az nem egy egyszerű dolog, de egyébként összességében nagyon jó volt meg észrevenni azt tényleg, hogy végül semmi nem történik, hogyha nincs minden nap haknink, uh-huh. és otthon vagyunk, és igen. Hát akkor, ha már a gyerekekről esett szó, akkor én nem tudom, mikor volt az a forgatás, amikor a Tomival végig az órát néztük. Ugye? Tehát, hogy vagy mind a kettő. Úgy jött a gyerek, és akkor úgy zajlott a forgatás, igen. hogy na, akkor várjuk a telefont, hogy mi van. Gyerekek egészségesek, jól vannak, abszolút. Minden rendben van. Szép. Azt hiszem, tehát egyébként, hogy amikor arról beszélgetünk, mit hozott ez az év, hát ennél nagyobb csoda kell, tehát nem hát valószínűleg. Igen, ez nagyon, nagyon komoly. Uh-huh. Barátnőkről beszéljünk, vagy nem? Született két gyerek, és ma három új barátnők. Petikén, most légy szíves, köszönöm lehetőséget. Na, szegény Peti. Peti, bármit egyébként, tehát hozzátehetsz, beleszólhatsz ebbe a beszélgetésbe. Nyugodtan, tehát biztatunk téged is. Egyébként csak annyit, hogy Peti bával például nagyon sok olyan közös projekt tervünk van, amit szeretnénk csinálni, ilyen oktatási dolog egyebek. Talán fél mondat erejéig veled is beszéltünk erről. Most, hogy volt időnk egy kicsit átgondolni a dolgokat, és végre tudtunk lépni a... Ez így van. Elég sok időt tudtunk rászánni, így vannak ilyen éjszakák, amikor elindul a... És akkor mi lett a végetet, abba hagyjátok az emlélést? Mindent abba hagyjátok. Nem, mindent elvállalunk, amit engednek. Nem, ilyen remek targoncás tanfolyamok vannak egyébként. Ez is jó. Igen. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor azzal, hogy a zenészek kezéből kivették a hangszert bizonyos tekintetben, és ezt most értsük jól, nyilván nem szigorúan véve, de igen. Volt olyan, amikor én úgy érkeztem erre a stúdió munkára, hogy ti kint beszélgettetek, és úgy, mikor 3-4 zenész így összön, akkor azt várnád, hogy a hangnemekről, a hangszerekről, és arról beszélgettetek, hogy hazamegyek, és mennyit kell ásnom, hogy nem tudom, össze kell gerevézni mindent. Tehát Zsolt, nálad egyébként is rengeteg ilyen kerti munka zajlik otthon. Hát, a juhokról ne is beszéljünk, ugye? Igen, van egy kis gazdaság, amit most építgetünk, úgyhogy most, hogy van időm egy kicsit több otthon. Most többet tudok foglalkozni. Úgyhogy van csirke, bárány, macska, két komondor. Macska. Csak vagy a haszonállat. Van haszna a macskának is. Mondjuk már kétszer a komondorok szájából ki kellett mentenem, egy két irányból így megfogták, és majdnem ketté húzták szegényt. De... Ja, úgyhogy... Ez még mindig zenei érzékenyítő magazin műsorunk egyébként, tehát, és a kutyabarátoknak is szólunk természetesen, meg a macskabarátoknak. Az év érdekességei, ha ki lehetne emelni azért ebből az évből bármit, ami mondjuk a legfontosabb volt a gyerekek születésén túl, hiszen annál valószínűleg nem lehet fontosabbat kiemelni, de mégis Petit szólaltassuk meg. Tehát Peti, ha most erre az évre vissza kell nézni, és mondom még egyszer, most ne szomorodjunk el a járvány okán, meg egyáltalán, mégis azért mi lenne, amit kiemelnél a leginkább? Hát ha már egy picit mégiscsak a járvány,
volt pozitívuma is, volt pozitívuma is, mert például nem egy olyan diákom volt, aki nagyon nehezen tanult a kontaktórákon, és nem haladtunk vele, és jött az online oktatás, és szinte mindent megcsinált otthon, amit egyébként nem tudtam beleimádkozni, úgyhogy volt ilyen is. Uh-huh. Tehát aki otthon érezte azt, hogy ott van ideje, és akkor oda tette a szorgalmát. Na, hát ez pozitívum, igen, minden tekintetben. Na, ez a felvétel, ez a legjobb tudomásom szerint még a szilveszter előtti napokban zajlik. Az a baj, hogy most nincs előttem a naptár, és nem tudom hányadikán vesszük fel ezt a beszélgetést, és hányadikán kerül adásba. De az biztos, hogy nem szilveszterkor vesszük fel. A legjobb tudomásom szerint ma nem 31-e van. Így van. Hogy készültök mégis a szilveszterre? Tehát, hogy az év végét hogy zárjátok? Hát sok alternatíva nincsen. Otthon leszünk, tehát gondolom. Hát otthon leszünk, igen. Ez mondjuk egy furcsa állapot tényleg, mert én is 18 éves korom óta nem voltam otthon szilveszterkor, de hát egyszer ki kell próbálni. De ezt csatlakozni tudnék én is. Most éppen pont tegnap terveztem, hogy van ilyen fűzérem, és majd fölrakom így a terasz fára, meg mit tudom magadra. Én, és akkor... Magadra. Na, ez jó, meg inkább magamra. Aha. Szóval ilyen dolgokat, és akkor fura lesz, hogy... Tudjátok, az az igazság, hogy szerintem egyébként, hogy mi magunkon furcsán éljünk meg ezt az egészet, hogy otthon maradunk, de képzeljétek a családot. Tehát, hogy nekik milyen... Én mondtam is a feleségem, hogy drágám úgy tervezd a programokat, itt hol leszek. Tehát, hogy ez a helyzet, ugye? Hogy a család is, hogy milyen furcsa, apa itthon van, vagy nem tudom, igen. Itthon van az ember. Na, hát én akkor a vége felé elérkezve ennek a vidám kis beszélgetésnek, bár megtettem a karácsonyi műsorban is, de akkor még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek, hogy meg tudtuk csinálni ezt a hosszú sorozatot, mert akkor mondjuk ki még egyszer, és nem sajnáltatva magunkat, hiszen ezt nagyon nagy örömmel tettük, és beletettük magunkat, de azért ez nagy meló volt ez a sok-sok műsor, a rákészülés, meg ezek a remek dalok, kiváló műsorvezetés és beszélgetés. Na, de viccet félretéve, tehát nagyon szépen köszönöm nektek, és akkor említsük meg a Gorzium Művészeti Iskolát. Mi is köszönjük a lehetőséget. Ami nélkül, ugye, és itt Fehér József nevét mindenképpen ki kell hangsúlyoznunk, aki nélkül ez az egész műsorsorozat nem jöhetett volna létre, hiszen hát köszönjük szépen, Józsi, a jövő évet is várjuk szeretettel, ilyen formában, úgyhogy akkor kívánok nektek áldott, békés új évet, és zárjuk ezt az egészet, mintha meg sem történt volna ez a járvány és minden, és reménykedjünk a legjobbakba a jövőre nézve, és akkor sok erőt kívánunk nektek a következő oktatási évhez is, ami megint csak biztos lehet magában néhány érdekes kihívás, és köszönjük szépen még egyszer ezt a beszélgetést. Én a magam részéről pedig a műsor sorozatunk ezévi utolsó adásában szeretném megköszönni a technikai stábnak is, akik nélkül szintén nem működhetett volna ez a dolog, akikről egyébként kevés szó esik, tehát a legtöbb esetben nem is hozzuk őket szóba, az operatőrök, a hangtechnikus, az adáskiadó, és bárki, aki ebben a műsor sorozatban egy szeget is arrébb tett, nagyon-nagyon szépen köszönjük neki, és nekik, de leginkább köszönjük a televízió nézőknek, akik követték ezt a műsort, akik itt voltak velünk, és hát bízunk benne, hogy jövőre is ugyanezt teszik majd. Boldog új évet kívánok mindenkinek, illetve a folytatásban természetesen zenével zárjuk, hogy zenével zárjuk, ahogy mondtuk, egy brilliáns produkció, ezzel köszönünk el önöktől, viszontlátásra! Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! Thank you.
Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! A műsor fő támogatója a Gorzium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Székesfehérvár, Farkasvermi út 40, www.gorziumiskola.hu.